Itt vagyunk, köszönjük a lehetőséget. Ider Müller Péter, a DK alelnöke, a párt európai parlamenti képviselője a vendégünk. Jó estét, most jött haza Brüsszelből. Nem tudom, hazajutott-e már, de örülök, hogy a reptérről idejött. Köszönöm szépen. Még ha nem is feltétlenül közvetlenül. Ami most Brüsszelben zajlik, azzal kapcsolatban nagyon sokan azt gondolták, hogy valamilyen módon alapvetés lesz, hogy a migráció ügyével kezdeni kell valamit. Most ehhez képest szemmel láthatólag ezt igyekeznek majd elkerülni, vagy legalábbis nem mélyen belemenni a migrációs kérdésekbe. Orbán Viktor viszont kifejezetten ezért ment. Ez a kettősség, ez mennyire érzékelhető, hogy a Brüsszel most kicsit tolja el magától, a magyar adminisztráció pedig ezt nyomja. Hát ugye az Európai Unióban egy sor nagyon fontos kérdés van napirenden, a Brexit, ugye most ment először az új francia köztársasági elnök Brüsszelbe, van egy csomó a védelmi politikával kapcsolatos új előterjesztések, és persze ott van a migráció is. De most az Európai Bizottság nem fekteti a migráció ügyét, hanem ebben a pillanatban egy sor olyan javaslat, törvényjavaslat van a parlamentben előkészítés alatt, aminek az eredményét a bizottság meg akarja várni. Ugye létrehoztuk korábban az Európai Határőrzeti Szervezetet, most dolgozunk az Európai Menekültügyi Szervezetnek az átalakításán, és van egy csomó más további fájl, amin dolgoznak a kollégák, ami azt jelenti, hogy a bizottság megvárja, hogy mi lesz ezeknek a javaslatoknak, törvényjavaslatoknak az eredménye, és utána fog visszatérni. Amit Orbán Viktor akar, és ebben a visegrádi négyek nagyjából azért egyek, hogy a határon, az Európai Uniós határon kívül kellene kezelni az egész kérdést, és ott kéne elbírálni azt, hogy valaki beléphet az unió területére, vagy sem. Ez mennyire kap hangot a V4-eken túl más országok kommunikációjában, politikájában? Az ugye annyiban, amelyben fölhívják a figyelmet arra, hogy például Líbia, amit ugye állandóan emlegetnek ebben az összefüggésben, Líbiában nincs központi kormányzat. Nincs kivel tárgyalni erről, még ha akarná is a bizottság az erről való tárgyalást. Nem lehet egy olyan egyességet kötni Líbiával, mint például Törökországgal kötött az Európai Unió, de ezen túl van egy másik szempont is. Mégpedig az, hogy senki, de senki a komolyan vehető politikai szereplők közül nem gondolja azt, hogy az a megoldás, hogy majd Líbiába kijelölünk ilyen menekülttáborokat, ott tartjuk azokat a szerencsétlen embereket, és majd onnan kimazsolázzuk azt, hogy ki jöhet be Európába, és ki nem. Egyetlen szempontot szeretnék mondani. Ha mondjuk ott lenne Líbiában 3 millió menekült, ugyanúgy, mint ahogy most Törökországban van, ki látná el azokat az embereket? Milyen felügyelet alatt lenne? Mi történne a gyerekekkel? Mi történne az egészségügyi ellátással? Ez egy fantaszmagória, és ennek semmi, de semmi politikai realitását én ebben a pillanatban nem látom. Na csak amit most elmondott, arra meg többen azt mondják, hogy ez a jövő. Pont ez a jövő, hogy Líbiában ott lesz 3 millió, vagy ki tudja hány millió ember, és egytől egyig mind Európába akar átjutni. De pont azon dolgozunk, hogy ez ne legyen a jövő. Ugye az Európai Uniónak van egy sor kezdeményezése, például az afrikai országokkal kapcsolatban, hogy hogyan segítheti meg a mezőgazdaságot, hogyan segítheti meg az oktatást, hogyan próbáljuk meg azt elérni, hogy az emberek ott helyben találják meg a boldogulásukat, miben tud az Európai Unió hozzájárulni ahhoz, hogy Afrikában a politikai helyzet stabilizálódjon. Szóval van egy sor különböző jellegű kezdeményezés. Ezektől nem várható el az, hogy egyik reggelről a másik reggelre eredményt érnek el, de hosszú távon ez a jövő, nem pedig az, hogy afrikai menekülttáborokba zárjuk a menekülteket. A francia elnök először jár Brüsszelben, nyilván nem egyébként, de hát ebben az összefüggésben, hogy a csúcson ott részt vesz, mint elnök először. Orbán Viktor rögtön a jelek szerint össze is dörzsöli vele a bajuszt, tehát most hallottuk itt a híradóban is azt a mondatot, hogy új fiú majd megtanulja. Mi történt igazából? Én szerintem ez a megnyilatkozás újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar miniszterelnök mennyire nem érti, hogy hogyan kell egy politikusnak, aki egy országot, egy tagállamot képvisel, Brüsszelben szerepelnie, miket lehet mondani. Ez nyilván persze hazaszóló üzenet, nem tudom elképzelni, hogy ott ezt helyben is. Ezt Macronnak nem fogja valószínűleg senki lefordítani. És ugye hát a miniszterelnök nagyon csúnyán téved ebben a dologban, mert Emmanuel Macron ma Angela Merkel mellett a legjelentősebb európai politikusok egyike. Tehát azt mondani róla ilyen nyeglén és lekezdően, hogy új fiú és majd megtanulja a szabályokat, ez egy teljes félreértés, ez még hazafele is egy rossz üzenet. Arról nem is szólva, hogy a francia köztársasági elnök egyáltalán nem rugott bele a visegrádi négyekbe, hanem csupán arra figyelmeztetett, hogy nincs olyan, hogy mi kiszemezgetjük azt, amire nekünk szükségünk van, és a kötelezettséget pedig nem vállaljuk. Macron egyébként többek között arról is beszélt, hogy az Európai Unió védelmét kellene megerősíteni. Ebben Orbán Viktor partnere lehetne, hát Orbán Viktor is erről beszél rendszeresen. Ez az Európai Védelmi Szövetség létrehozása, az különösen Trump amerikai elnöknek a legutóbbi brüsszeli és NATO-ba tett látogatását követően, hát ez létfontosságú vált, hiszen nyilvánvalóvá tette, hogy nem kívánnak továbbiakban olyan szerepet játszani, mint eddig játszottak Európa védelmi politikájában. Nyilvánvalóan, hogy erre született ez a válasz, és a továbbiakban
ebbe az irányba fog menni az Európai Unió. Ha Magyarország ebbe boldogan részt vesz, akkor valószínűleg az Európai Unió is boldog lesz, hogy végre egy projekt, amiben a magyar kormány is hajlandó részt venni. Angela Merkel arról beszélt, hogy ez az a pillanat, amikor az Európai Unió valamennyi tagállamában gazdasági növekedés van. Ez egy ritka pillanat, ennek nagyon kell örülni, és ezt kell megalapozni további döntésekkel. A magyar gazdasági növekedés kirívóan magas az uniós növekedéshez képest? Hát ugye a magyar kormány propagandája szerint igen, valójában nem. Tudjuk, hogy vannak különbségek az egyes országok között nyilvánvalóan, és azért például, hogyha Dél-Európára nézünk, szóval Görögországban például semmiféle fajta növekedés nincs, hanem még mindig egy nagyon nehéz helyzet van. Tehát vannak különbségek ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy Magyarország e tekintetben most a jó középhez tartozik, de nem egyáltalán nem tekintetem kiemelkedőnek azt, ami itt történik. Mennyire figyelik, hogy miket beszél egy miniszterelnök, legyen magyar, portugál, bármilyen otthon? Most ezt kérdezem azért, mert hát Horthy Miklósról nem nagyon szoktak politikusok vitatkozni, szemmel láthatólag, és Kormány Zoltánt hallgatva, kormányszóvivőt hallgatva, van egy olyan cél, hogy vitassuk meg Horthy Miklós történelmi szerepét és történelmi cselekedeteit. De hát ennek van egy másik fajta üzenete is, egy a háborús bűnös mi voltában billegő, megítélésű embert kezdünk el felemelni a miniszterelnöki szóval. Ugye én szerintem Horthy Miklós történelmi szerepét a történészeknek kell megítélni. Erre semmi szükség nincs, van is X monográfia róla, el lehet olvasni, van akinek ez a véleménye van, ez egy történelmi probléma. A miniszterelnök nyilatkozatával az a probléma, hogy ő egy történelmi problémát, a történettudományok egy problémát egy politikai kérdéssel emeli. Ha Kovács Zoltán ezt nyilatkozta, amit ön mondott, akkor ez azt jelenti, hogy politikai síkra akarnak emelni egy történeti vitát. Na most szeretném mondani, amikor a miniszterelnök úgy beszél Horthyról, mint egy követésre méltó példáról, akkor egy politikai hagyományhoz zárkózik föl. Egy politikai hagyománynak a felemeléséről beszél, nem pedig egy személynek a történelmi újraértékeléséről. A miniszterelnök nem történész, neki nem kell ilyen problémákkal foglalkozni, és nagyon kellene vigyáznia, hogy a magyar történelem legsötétebb időszakára utaló és abban az időszakban dolgozó politikusokat ne a saját politikai előzményének vagy hagyományának tekintse. Viszont nemzetmentőnek tekinti saját magát, ugye ezt sokan táplálják benne. Ez az egész migrációs kérdés egyfajta nemzetmentő tevékenység, ezt a politika nem is tagadta eddig sem, már a kormánypolitika, és Horthy Miklóst is ebben az összefüggésben emlegeti a Trianon utáni Magyarország nemzetmentőjeként. Ebben látja az összefüggést a jelek szerint. Hát ugye Orbán Viktornak a migrációs politikáját nemzetmentésnek tekinteni, hát ez olyan mértékig meg kéne erőltetni a képzelő erőmet, hogy arra én egyszerűen képtem, ez egy teljes tévedés, szó nincs semmiféle nemzetmentésről. De nem tőlem hallja először. Nem öntől hallom először, de akárkitől hallom, ez egy teljes tévedés. Amit hozzá kell tennem az, hogy az, amit Orbán Viktor a migrációs politika tekintetében tett és végzett, az Magyarország politikai elszigetelődéséhez vezetett az Európai Unióban, ettől a politikától, amit ő 2014-15 óta ezen a területen folytat, ezzel Magyarország a lehetőség képest teljes mértékben izolálódott. És lehet most azt mondani, hogy a lengyelek meg a szlovákok, de szeretném mondani, hogy a másik 23 vagy 24 tagország egyszerűen, mint egyfajta megbélyegzetre tekint ránk, emiatt a politika. Átja, ebben viszont valóban hasonlít Horthy Miklóshoz, mert Horthy uralkodása, ha az uralkodásnak lehet tekinteni, tehát végül is kormányzó volt, ideje alatt is meglehetősen elszigetelt volt sokáig Magyarország. Köszönöm, hát ez a példa, akkor ezt kell követni. Hát, én köszönöm szépen. Majd megtudjuk mindjárt a Karsai történész, és akkor majd elmondja nekünk, hogy hogyan van ez. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen.